Hát sziasztok lányok, üdvözöllek benneteket újra itt a csatornán. A helyzet az, hogy teljesen kötetlen témával jöttem ma, csak ilyen beszélgetős videóval. Bár annyira nem kötetlen, mert hogy régebb óta érik bennem a gondolat, hogy ha nem is nektek, de saját magamnak megfogalmazzam, hogy mi az, amit szeretnék és mi az, amit nem, főleg így YouTube-bal kapcsolatban, mert látom azt, hogy mostanában elmentem saját gondolatilag egy kicsit olyan irányba, amiből tudatosan próbálom magamat kizökkenteni. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni egy kicsit. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Na, az első gondolatom az lenne, hogy mostanában többször észrevettem azt, hogy visszanézem azokat a videókat, hogy, és igazából nem is csak konkrétan a videókat, hanem hogy mi az a tartalom, ami jobban érdekel benneteket, és ez néha, megmondom őszintén, hogy visszahúz attól a tartalomtól, amit én szeretnék készíteni vagy átadni. Nagyon sokan írtátok nekem mostanában azt, hogy szeretnétek több főzős tartalmakat, viszont az a helyzet, hogy minden nap főzök, ez tény, de nagyon sokan jeleztétek azt is, hogy szeretnétek, hogyha egy videóra úgy készülnék fel, hogy ki lennék sminkelve, hogyha mindenképpen legyen rajtam melltartó, hogy mit tudom én, és megmondom őszintén, hogy például nem komfortos számomra az, hogy alapból, hogyha például főzök és közben videózok, akkor nyilván a kamerabeállítás, szögeket odébb tenni, emez, amaz, beállítani mindent, ugye nyilván sokkal macerásabb egy ebédet elkészíteni úgy, hogyha még közben videózok, és hát nem olyan komfortos mondjuk most, hogy kint van 38 fok bent, meg 31, egy konyhában, ahol igazából, vagy lakásban, ahol nincsen klíma, a konyhában nincs ablak, szóval szeretem ezeket gyorsan letudni. Itt sajnos a nyáron nem volt ilyen tartalom, pedig megmondom őszintén, hogy tegnap pásztortarhonyát csináltam, arra is úgy készültem, hogy igen, ma videózni fogok, de egyszerűen dögmeleg volt, egy rohadt pólóba volt, rohadt bugyival, és úgy voltam vele, hogy nem, egyszerűen nem vagyok hajlandó kisminkelve, felöltözve úgy főzni, hogy ez kamera kompatibilis legyen. Ma nekiálltam fasírtot készíteni, egy új recept alapján kenyeret sütöttem, majd kiderül, hogy milyen lesz. Minden úgy készültem még ma reggel is, hogy videózni fogok, de aztán felhívott a barátnőm, hogy átjönne egyet kávézni, és amíg megkávéztunk, beszélgettünk, addig feltettem a kaját, és egyszerűen nem úgy jött ki a lépés. És nagyon sokszor látom saját magamon is, hogy például ezek a beszélgetős videók nagyon nagy mértékben elmaradnak, mert látom, hogy ez kevésbé érdekel benneteket, viszont én meg ezeket szeretem, és jelenleg erre van időm, és egy kicsit próbálok visszazökkenni ahhoz, hogy ne csak azt nézem, hogy mi az, ami nézettebb, hanem amit én szeretek jobban, azt is részesítsem valahogy előnybe, és próbáljak meg egy kicsit balanszolni a kettő között, úgyhogy teljesen megértem azokat is, akik úgy vannak vele, hogyha már videózol, akkor azt csináld úgy, hogy úgy nézzél ki, hogy ez egy videó kompatibilis legyen. Én azt mondom, hogy ez nem feltétlen van így, hiszen akkor nem annyira a valóságot adom vissza. Hiszen nem egy kosztümben, nem kinyalt sminkel, tényleg full kisminkelve szoktam csinálni a kaját, úgyhogy az biztos, hogy lazább videók is lesznek, de igyekszek azoknak is egy kicsit majd kedvezni, akik a másik felét szeretnék látni ennek, úgyhogy ha egy kicsit bejön az ősz, és egy kicsit hidegebb lesz, és a gyerekeim elmennek óvodába, iskolába, mert az meg a másik, hogy úgy még nehezebb főzni videóba, hogy ugye kettő gyerkőcnek az arca nem látszódhat a kamerába, és hát ugye nyilván bejönnek, anya kérek egy pohár vizet, anyász, és akkor azért ez eléggé macera, hogy nem mondhatom őnek sem azt, hogy figyelj, most maradj kint, és mondjuk, mit tudom én, engedj a fürdőszobába vizet, mert ez nyilván nem így van. Na, de minden esetre, hogyha mindenki elmegy a saját kis dolgára, és én egy olyan munkába kezdek, ami mondjuk nem egy 6-8 órás munka, hanem akár vagy a YouTube-ot egy kicsit továbbfejlesztem, vagy pedig találok egy 4-6 órás munkát, ami mellett még képes leszek arra, hogy hazajövök, és akkor nekiállok egy felvételt elindítani, miközben főzök, és tudok egy olyan tartalmat, akkor az tök jó lesz. Na, szóval képzeljétek el, hogy volt egy kis füzetem,
És ezt 2000 blogoló napló címmel indítottam 2018-ban, és képzeljétek el, hogy az összes lapját teleírtam, és az összesről készült egy videó, amit én ugye megterveztem, és erre hatalmas, büszke vagyok. Tényleg, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és ez most ilyen érdekesen hangzik, de igen. És ezáltal most augusztustól indul egy új videósorozatom. Ez is egy beszélgetős videó lesz, és igazából ez egy kicsit lelkizősebb lesz, és az egyik nagy mondandója ennek a videónak az lesz, hogy igen, havonta egyszer méghozzá az aktuális havi dolgok, és az lesz a neve mondjuk a legelsőnek, hogy augusztusi kritika, és ide beteszem képbe nektek, hogy miért kritika címet adtunk neki, ez egy hatalmas nagy kérdőjel volt, mert hogy néztem egy pár olyan külföldi YouTube videót, ahol egy kicsit ebből a szemszögből nézték a dolgokat, hogy havonta egy videót, itt magyar youtubereknek is van egy-kettőnek olyan havi sorozata, hogy kiértékelik az adott hónapot, viszont én nem konkrétan azt szeretném nektek megmutatni, ami önálluk van, hanem ezért is lett ennek a címe, ez a kritika, itt lett az új kis YouTube-os füzetem, hanem szeretnék egy kicsit a havi aktuális kihívásaimról beszélni, az örömökről, hogy milyen filmeket néztem. Itt benne lesznek a kommentek. Azok a kommentjeiteket ki fogjuk elemezni, amik egy kicsit szíven ütöttek, nem azt, amelyik elküld a oda, ahol születtem, és még onnan túl, hanem aki egy kicsit felvet egy-kettő olyan normális dolgot, legyen az pozitív vagy negatív, de ami egy kicsit úgy szíven üt, értitek? Olyan ilyen. Szóval azokat a kommenteket ide be fogom majd vágni ebbe a videósorozatba, és ezt egy kicsit kielemezzük, beszélgetünk róla. Aztán az érzelmek, a tanulság, illetve lesz egy olyan rész is benne, hogyha az adott hónapban kipróbálok akár új kozmetikumot, akár ezt-azt, ezeket a... Elkezdtem annó egy olyan sorozatot, hogy havi haul videók, és rájöttem arra, hogy elkezdtem írni, és volt egy csomó olyan dolog, amit azért vettem meg, mert milyen jó lenne nektek megmutatni. Aztán rájöttem arra is, most tudom, ilyenkor minden videós megkapja azt, hogy akkor kétszínű vagy, akkor ilyen vagy nem. Igazából az emberek változnak, változik a gondolkodásmódunk, változik az életszemléletünk, a nézeteink. És rájöttem arra, hogy egy csomó teljesen felesleges dolgot vettem azért, hogy most meg tudjam majd nektek ebbe a hol videóba mutatni, és most ez nem így lesz. Nem szentelek egy videót annak, hogy megmutassam. Lesznek például kajás videók, látom, hogy imádjátok, az egyik legnézettebb a csatornámon ezek a hol videók, amik a bevásárlásról szólnak, azok lesznek is, mert ezeket már megszerettem igazából én is, viszont ezek általában a havi élelmiszerről szólnak. Nem másról. Viszont, hogyha esetleg kipróbálok egy új, akármit mondjuk, mit próbál, ez nem lesz minden hónapban, mert hogy nem vagyok az, aki kipróbál havonta 3 alapozót, meg 5 szempillaspirált, meg 28 új fakkanalat, szóval nem ezt akarom tükrözni a videókba, hanem tényleg, hogyha néha kipróbálok egy új, mondjuk most egy arctonikot használok 3 hete, ami nagyon-nagyon bevált, akkor ezt megmutatom. Valószínű azt fogom használni az elkövetkezendő 5-6 évben, és nem hiszem, hogy utána bármikor is szótejtek róla, de hogyha van valami olyan, vagy mondjuk az előző pár videóban láthattátok, hogy kaptam egy maszkot, és azt kipróbáltam, és hogy azokat majd elmondom a véleményt, viszont több megkeresés is érkezett így mostanában, és valahol érdekes, mert hát nyilván minden youtubernek jól esik az, hogyha egy cég felkéri őt, hogy akár egy PR ajándékért, akár egy juttatásért cserébe reklámozza az adott terméket, vagy próbálja ki, tesztelje, nem tudom. Na most én nem láttatok túl sok reklámtartalmat a videókba, pedig most már egy pár cég megkeresett, és nagyon érdekes, hogy így próbáljuk a férjemmel is átbeszélni, akár ezt a lelki részét is, hogy igen, a cégek akkor fognak megkeresni,
több cég, hogyha látják, hogy más is felkeres, hiszen látja benned a lehetőséget. És én mégis mostanában majdnem mindenkinek azt mondtam, hogy nem, mert nem ezt akarom átadni, és nagyon ritka az, hogyha valamire azt mondom, hogy igen, mert hasznosnak találom akár egy ajándéknak, akár egy, nem tudom, bármi ilyesminek, szóval látjátok, hogy most felkeresett pár, kettő ruhás cég, viszont úgy érzem, hogy nekem nincs annyira szükségem most egy újabb ruhacsomagra, hiszen tele vagyok, a gyerekeim is tele vannak, a férjem is, és egyszerűen persze ki az, aki ne örülne annak, hogyha küldenek neki ajándékba egy doboznyi rucit, de nem tudom, valahogy hiába tudom azt, hogy az a videó nagyobb nézettségnek örvendene, mint mondjuk ez, mégis valahogy úgy érzem, hogy ez nem az én utam. Vagy nem is tudom, hogy hogyan tudnám nektek ezt így kifejezni, így, amit ezzel mondani akarok. Nyilván van egy-kettő olyan dolog, amire szívesen igent mondanék, és van egy csomó olyan, aminek tényleg nagyon-nagyon örülök. Például imádom, mint magadtam ezt a gyertyát, pedig ezt is PR ajándékba kaptam. Viszont ez tényleg annyira hozzánk illő, annyira hozzánk passzol, vagy van egy-kettő olyan dolog, de a legtöbb az nem. És nagyon... Nagyon próbálkozok ebbe is egy kicsi balanszot tartani, hiszen tudom azt, hogy ti viszont nagyon örültök egy ilyen ruhafelpróbálós hol videónak, nagyon örültök egy ilyen turis videónak, viszont nagyon sokszor észrevettem magamon, hogy most azért mentem turiba, hogy leforgassak egy videót, és hazahoztam egy rakás olyan dolgot, amit aztán nem használtam. És ilyen, jaj, csajok! Olyan érdekes, hogy nem nektek nem tudom megfogalmazni a mondandómat, hanem magamnak sem teljesen. Na, szóval lassan kinyugom, hogy mit szeretnék, igazából nem is akartam semmi konkrétot, azt mindenképpen szerettem volna elmondani, így előzetesen, hogy lesz főzős videó, de ősszel, télen, tavasszal, de nyáron biztos, hogy nem, mert egyszerűen képtelen vagyok, viszont ez az új kritika videósorozatom. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok ezzel kapcsolatban, már csak azért is, hogy én saját magamnak megfogalmazzam azt, hogy ebbe az adott hónapban mi az, ami örömet okozott, mi az, amit másképp kellett volna csinálnom, milyen kommentek voltak azok, amik mélyre hatoltak, amik negatívak, de talán igaza van a kommentelőnek, mi az, amiben abszolút nem láttam rációt, és csak azt láttam, hogy kritizálni akar, és hasonló ilyen dolgok. Nagyon érdekes, hogy ma azt mondod, hogy tök jó napom volt, mert ez, meg az, meg amaz, de amikor ezt így egy hónapra le kell vetíteni, akkor az egy kis kihívás legalábbis nekem, tényleg az, hogy átgondoljam, és feljegyzeteljem, vagy akár a filmeket. Én tipikusan az az ember vagyok, aki elfelejti, és most egy kicsit ennek a videósorozatnak a kapcsán felírom, hogy mit néztem, és mielőtt elkezdem majd forgatni, előtte biztos, hogy bele fogok nézni, hogy tiszta képet tudjak mondani róla, azt, hogy javaslom, hogy nem javaslom, hogy ez izgalmas volt, hogy ez most megérintett engem, vagy nem. És hasonló ilyen dolgok lesznek, és szerintem a tartalmak a minimalizmussal kapcsolatban is folytatódni fognak, bár tudom, hogy nem a szívetek csücske nagyon sok embernek, aki itt van a csatornán, de nekem meg igen. És úgy vagyok vele, hogy ezt a témát nem szeretném elhagyni és elhanyagolni, mert akit viszont megérintett, ők olyan visszajelzést adtak, ami úgy gondolom, hogy megéri akkor is, hogyha nem nézik meg 5-6-8 ezeren, 10 ezeren, hanem mondjuk megnézi az az 1000 ember, viszont ő nekik adott valamit ez a videó. És egy kis löketet, egy kis pozitivitást, egy kis inspirációt tudtam nekik adni, akkor ez már megérte. Na most többen mondtátok még nekem, hogy szeretnétek takarítós tartalmakat a csatornára. Nem tudom, hogy lesz-e, mert... Egy az, hogy például
azokat a takarítós tartalmakat én is szeretem nézni, ahol mondjuk alámondják a dolgokat, meg hasonló, de ameddig a három gyerkőc itthon van, már pedig jelenleg ugye itthon van mindenki, és jelenleg a déli alvását töltik, azért van ennyire csend, és meg is vagyok lepődve, hogy 13 óra 23 perc, és még egyik gyerkőc sem kelt fel, és nem jött ki, pedig már nagyjából 10 percen minimum videózok. Szóval utána lehet, hogy lesznek takarítós tartalmak, viszont biztos, hogy hangalámondással, mert én azokat sokkal jobban szeretem nézni, azokat a videókat én kimondottan nem igazán szoktam megnézni, ahol bekapcsolják a kamerát, takarítanak és szól alatta a zene, mert számomra ez nem takarítás, inspiráció, meg hát nyilván, hogyha takarítani akarok, akkor általában nekiállok és kitakarítok, ahhoz mondjuk én nem szoktam ilyen videókat nézni, amíg mondjuk főzés közben egy beszélgetős videót, vagy Spotify podcasteket egyre többet hallgatok, úgyhogy igen, felírtam egy jó pár olyan dolgot, amit szeretnék még így a csatornán, és most ugye lesz nálunk egy meszelés, és ezáltal egy kicsit alakul a lakásunk is. Látnátok, mi van itt fölöttem, szóval hiába ez a háttér, hogyha fölöttem mondjuk a plafon, az még ilyen félkész állapotban megvannak az új lámpák, azokat megvettük, felszereltük, és a meszelés után szerintem egy jó pár hónapig nem lesz átalakítva semmi a lakásom. És igen, itt még ki akartam térni arra is, hogy heti szinten megkérdezi valaki tőlem, akár egy videókommentben, akár egy üzenetben, hogy nem megyünk családi házba, mert nagyon szívesen látnának költözködős vlogot, és tudom ajánlani erre nagyon sok csatornát. Nagyon sok csatornán van költözködős vlog, és köszönöm kérdéseiteket, de én imádok ebbe a kis lakásba. Én imádom egyre jobban azt, hogy most már minden helységet ki tudunk használni, mindennek megvan a maga kis helye, hogy belakjuk ezt az egész teret, és nem fogunk elköltözni, legalábbis abszolút nincs a terveinkben, még akkor se, hogyha erre heti szinten rá akar beszélni valaki, én úgy érzem, hogy a minimalizmus kapcsán az is beékelődött bennem, hogy nem szeretnék nagyobb lakást, nem szeretnék nagyobb autót, egyszerűen nekem bőven elég ez az élettér, amiben éppen vagyok, és szerintem kicsi ez a lakás, azt hiszem, hogy 68 négyzetméter, viszont ötünknek elég, megvan mindenkinek a kis kuckója, megvan mindenkinek a kis helye, a maga kis élettere, megvan a közös életterünk, megvan a komfort érzetünk itthon, úgyhogy egyelőre én úgy érzem, hogy nekünk ez tökéletes, mi inkább szeretnénk több helyet látni a világba, és nem az otthonunk falai közé bezárni a kis életünket, hanem nyitni mindenfelé, úgyhogy költözködős vlogra, akik várnak őket, el kell, hogy keserítsem, hogy tényleg, ha csak nem történik bármi, ami hirtelen megváltoztatna mindent, akkor nem fogunk költözni. Nekünk ez itt tök jó. Na, le is zárom ezt a videót, mert ahogy látom, elkezdtem mindenről beszélni, de végén is nem is beszéltem semmiről, úgyhogy nézzétek el nekem ezeket a kicsapongó, néha a fura videókat, de legalább látjátok, van rajtam. Na, ezt nem rosszból mondom, tényleg csak próbálok poénkodni, és nézzétek meg, élnek a kis növényeim, és erre annyira büszke vagyok, hogy el nem tudjátok képzelni, hogy mostanában látom, hogy mikor szomjasak a növények, amiket vettünk, és ez az én számból iszonyatosan furcsán hangzik, mert én tipikusan az az ember vagyok, aki azt hittem, hogy még egy műnövény se tud életbe tartani, majd hát hol saját magam miatt, mert egyszerűen vagy túlöntöztem, vagy kiszáradtak, vagy rossz helyen voltak. Aztán utána, amikor már én egy kicsit megpróbáltam barátkozni a növényekkel, akkor jöttek a gyerekek, akik a nagyobb növényeket, vagy ami lejjebb volt, azokat megtépázták, és azért purcant ki. És most már ugye a legkisebb gyerekem is most augusztus 16-án betölti a 3 évét, most már ő is ilyen teljesen kompatibilis a növényekkel, szóval egyelőre még 1, 2, 3, 4, 5, 6, mind a 6 új növényünk él, amit vettünk egy pár hete, hónapja, hát nem tudom, hogy ez a videó mikor fog kikerülni, szerintem csak jövő hét végén. Szóval ennyi, tényleg lezárom. Sziasztok!